Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Úgy gondoltam, hogy nem hagyományos bejgli receptet hozok nektek, hanem két különlegességet. Az egyik egy bejgli golyó lesz, a másik pedig bejgli falatkák. A végén még karácsonyi díszítést is fognak kapni, és a töltelék is különlegesnek mondható, hiszen mandulát, illetve gesztenyét is fogok használni a töltelékhez, illetve erőteljes fűszerezésű és illatú lesz, mert teszek bele kardamomot, fahéjat, narancsot, citromhéjat. Így igazi karácsonyi desszert a végeredmény. Amennyiben felkeltettem az érdeklődéseteket, tartsatok velem, először lássuk a hozzávalókat. Amire szükségünk lesz: liszt, porcukor, egy csipet só, tej, zsír, porélesztő, egy darab tojássárgája, narancsaroma, olvasztott vaj, amit lehűtünk, és a végén a lekenéshez egy tojássárgája és egy tojásfehérje. Kezdjük is el. Állandó segítőtársam már készen áll a feladatra. A lisztet összekeverem a sóval, csipetnyi sót tettem bele, és mehetnek hozzá a hozzávalók. Először az olvasztott vaj, a sertészsír, porcukor, a szárazélesztő, tojássárgája, egy kevés narancsaroma, és végül a tej. És a többi feladatot a gépre bízom. Gyorsítok a sebességen, és pillanatok alatt szépen összeállt a tészta, nagyon szépen kisimult, kitakarította a dagasztó edényt. Nagyon jól kezelhető, puha, szép sima a tészta, félreteszem legalább 30-40 percig, hogy pihenjen. Addig összeállítom a töltelékeket. Először a mákkal kezdem, amiből belemorzsolom a gesztenyemasszát, és jöhetnek hozzá a fűszerek, nem kell sajnálni, fahéj és kardamom, nagyon jó illatosak lesznek tőle, illetve a citromhéjtól is. És kerül még bele mazsola és vörös áfonya, valamint tej, amit részletekben adok hozzá, hogy ne áztassa el a mákot. El is készült, ilyen állagúnak kell lenni a tölteléknek, félreteszem, és folytatom a dió töltelékkel. Ugye ennek fele része dió, a másik fele mandula, beletettem ugyanúgy a gesztenyemasszát, a fűszereket, itt kandírozott narancsdarabkákat használok, és mazsola és áfonya keveréket, és ugyanaz a módszer, hogy apródonként adom hozzá a tejet. És nagyon hamar összeállt a diós mandulás töltelékünk, nagyon jó masszív lett az anyag. Letelt a 40 perc, visszatérhetünk a tésztára, belisztezem a szilikonlapot, és három felé elosztom a tésztát, két nagyobb darabba és egy kisebbe, aminek később lesz jelentősége. Elkezdem kinyújtani az első lapot, igyekeztem téglalap alakúra nyújtani, és 9 kockát vágok. És elkezdem mákkal megtölteni. Mivel mi a diósat jobban szeretjük, így abból 5 fog készülni. Ezek lesznek a bejgli golyók. Összecsípem az alját,
és megformázom a golyót, és ezt addig folytatom, amíg el nem fogy mind a 9. Meg is vagyok ezzel, beleteszem a tepsibe őket, és egy pillanatra félreteszem. Jöhet a második tészta, ugyanúgy téglalap alakot nyújtok belőle, nagyon szépen lehet ezzel a tésztával dolgozni, nagyon könnyű. Már egy rudat elkészítettem. Körülbelül 8 centi széles csíkot vágok a tésztából, és megtöltöm ilyen dióhurkával. És ugyanúgy összecsípem a rudnak az alját. Ez fog alulra kerülni a tepsibe. Alaposan kell, hogy nehogy kifolyjon a töltelék, ne repedjen meg. Jöhet a következő csík. És megismétlem az előző folyamatot. Kicsit megformázom, mehet a tepsibe, és ez az egy szál pedig mágtölteléket fog kapni. Nagyon gyorsan megy egyébként ez a folyamat, nem kell tőle megijedni, mert látjátok, hogy pillanatok alatt megvan a teljes mennyiség, ha netán szétnyílne, akkor még egyszer jó alaposan össze kell csipkedni, és meg is vagyunk ezzel. Jöhet a maradék tészta, aminek a funkciója díszítés lesz. Amilyen vékonyra csak tudjuk, kinyújtjuk a tésztát, maximum 1 mm legyen, de lehet vékonyabb is, hiszen kis formákat fogok belőle szakadni. Természetesen karácsonyi, illetve téli formákat, görbebotot, hópelyhet, fenyőfát, csillagot, amik majd rákerülnek a golyókra, illetve a begli falatkákra. Egyelőre kidíszítem a rudakat ilyen formában. Próbálom kicsit odaragasztani a tésztához, de úgyis le fogom majd kenni tojással, az még fog segíteni. Haladok tovább, amíg minden rudra kerül díszítés. Meg is vagyunk. És jöhetnek a golyók, ők is kapnak egy-egy díszt. Ide nagyobbakat teszek, hiszen nagyobbak is ráférnek. Fenyőfa, hópehely, és a maradék csillagok. Ketté választom a tojást. A tojássárgához egy kicsi tejet, pár csepp tejet fogok önteni, összekeverem, és ezzel az eleggyel kenem le a rudakat. Igyekszem mindenhova, az oldalára is alaposan felkenni. És ugyanezt megismétlem a golyóknál is. És mindkét tepsit fél órára hideg helyre teszem. Le is telt a fél óra. Folytatom a kenést, most viszont már tojásfehérjével.
Rudaknál is megismétlem ezt. És ezzel a mázzal is fél órát fognak várakozni hideg helyen, ami már le is telt, és a golyók már bent vannak a sütőben 180 fokon alsó-felső sütésen. Amíg a golyók sülnek, összevágom a rudakat, hiszen falatkákat készítünk. Nem baj, ha különböző méretűek lesznek, direkt nem egyformákra vágtam, hogy lássátok, hogy néznek ki a kisebb és a nagyobb falatkák. És elrendezem őket a tepsiben. A golyók elkészültek, nagyon szépen megpirultak. És már a falatkák is bent vannak a sütőben. Gyors pillantás, hát ők is elkészültek, nagyon szépen megpirult a tetejük. És íme a végeredmény. Kiraktam őket egy rácsra, ott fognak kihűlni. Hát ez a két sütemény igazán különleges. Az sok-sok előnye mellett még azt is el tudom mondani, hogy biztosan nem fognak kirepedni úgy, mint egy hagyományos bejgli, mert ezek ilyen pici falatkák, tehát esélyük sincs arra, hogy szétrepedjenek. Nagyon sok tölteléket tartalmaz, nagyon-nagyon finom, illatos, érdemes kipróbálni, hiszen akár a karácsonyi vacsoránál is megállja a helyét, mert igen mutatós ezekkel a kis díszekkel, és különleges, tehát mindenkit gondolom meg fogtok vele lepni, hogyha elkészítitek. Amennyiben megsütitek, biztos vagyok benne, hogy nem fog rátok száradni, mint sokszor szegény bejgli. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel a csatornámra, hogy biztos nem maradj le a következő tartalmakról.